Sziasztok! Ebben a videóban a pergamensok csomagját fogjuk kibontani. Pergamensok. Talán ismerős lehet a részletekre, és itt most nem a Harry Potterre gondolok, hanem a Pergamenre hányt szavak csatornájára, és ezt a csatornát üzemeltető Evelynre, aki hát nagyon sikeresen vezeti a könyves YouTube csatornáját, ahol legfőképpen könyves tartalmak találhatóak meg. Olvasás terén én már akkor is nézegettem az ő videóit, amikor mi még nem ismertük egymást személyesen, meg nem is kommunikáltunk, nem is beszéltünk egyáltalán, mert azért nagyon sok átfedés van a könyves érdeklődések között, ami engem is nagyon érdekel, gondolok itt például a klasszikusokra. És hát úgy gondolta, hogy miután nagyon-nagyon szeret olvasni, és nagyon-nagyon szereti a könyves termékeket, ezért létrehozott egy ilyen shopot, webshopot tulajdonképpen, ahol bögre, vászontáska, póló, zokni, könyvjelző, mindenféle könyves terméket megtaláltok jó minőségben, és ezáltal ezt a csomagot fogjuk most kinyitni. Én nagyon-nagyon szeretem a kisvállalkozásokat, meg a kisvállalkozásokat támogatni, és nagyon-nagyon szeretném, hogy minél többen megismerkedjetek a shoppal. Hogyha ez a videó is ehhez hozzátesz bármit is, akkor az szerintem már egy szuper dolog. És most hát kinyitom ezt a csomagot, és meg fogjuk együtt nézni a termékeket. Nem mondom egyébként, hogy nincs bennem izgalom. Gondolkoztam, tehát nyitom a csomagot, nem nincs nyitva, most nyitom ki. És nem mondom egyébként, hogy nem izgulok. Remélem nem vágok szét semmit. Okés. Kinyitottam a csomagot. Ezt találjuk benne. És hát nyissuk ki a csomagot. Hát nem mondom, hogy nem csoda szép. Majd fogok készíteni ilyen közeli felvételeket is. Tehát, ez egy póló lenne, és az van ráírva, hogy büszke könyvmoly vagyok. Na most hát ez engem azért érint eléggé érzékenyen, ez a sztori, mert hát rajta van a kutyámnak a neve, büszke kutyámnak a neve, úgyhogy ennyi, tehát itt vett meg engem ez az egész történet. Nagyon-nagyon aranyos ez a póló, és nagyon-nagyon minőségi is, szerintem biztos, hogy 100% pamut póló. Nagyon-nagyon tetszik. Készítek majd róla egyébként mindenképp közeli felvételeket is. Nézzük tovább a csomagot. Ja, Istenem, ez a belső feszültség. A következő termék, ez egy bögre lesz. Próbálom nem zajongva kinyitni. Nagyon be van igényesen csomagolva. Istenem, tényleg, végem van. Ezt is majd közelről bevágom. Tehát egy könyv, egy kávé és egy szívecske. Egyelő. Hát ezt imádom. Végem van. Végem van, gyerekek. Ezt fel kell avatni. Hát ezt nem hiszem el konkrétan, hogy ez most itt megtörténik. Nézzük tovább. Következő termék. Ja, Istenem, teljes sokba vagyok. Egy vászontáska lenne a következő termék. Úristen, teljesen készen vagyok. Nem bírom a feszültséget. Atya, úristen! Nem bírom! Tehát egy vászontáska, ezt visszanézni és visszavágni ezt a videót, ez majd szép lesz.
olyan személy, akit jobban érdekelnek a könyvek, mint a körülötte lévő világ. Végem van. Ne, nem bírom. Nem bírom. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jaj, folytatom. Úristen! Egy fa könyvjelző lenne a következő. Csak még egy oldalt. Hú, nagyon-nagyon igényes. Nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon szép kialakítású. Csodaszép. Csodaszép. És azt imádom benne már most előre, mert én nagyon féltem ettől a fa könyvjelzőtől, hogy esetleg sérül a könyv, vagy megtöri a könyvet, de nem abszolút megfelelő vékonyságú. Ezt is majd mindenképpen megmutatom nektek közelről. Következő őszi hangulatú könyvjelző. Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dömtetőre, innen nézek szerteszét, hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Ezt nem tudom, hogy most miért mondtam el. Nézzük tovább a termékeket. Hát ezt nem hiszem el, nem hiszem el ezt. Csak még egy oldal. És nagyon szép türkizes mintával, és lilás sztoriban. Imádom. És ettől behaltam. Tehát alvó kis könyv, és jelezvén, hogy itt aludtam el. És a legfőbb könyvjelző. Jézusom! Nagyon szépen köszönöm a támogatást, Nagyon szépen köszönöm a támogatást, Kata. Fogad szeretettel az ajándék vászontáskát, és így már majdnem minden termékemből lesz neked egy. Köszönettel, Evelin. Hát nagyon-nagyon szívesen, Evelin. Imádom a termékeket. Nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. Könyvjelzők. Tényleg fantasztikusan jó minőségűek, úristen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép a bögre, nagyon-nagyon minőségi, és be fogom nektek tényleg vágni közelről. Ezért kész, itt lett végem, végem van. És a póló. Fantasztikus, fantasztikusan szép, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és a következő videóban találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és mindenképpen látogassatok el Evelinnek a shopjába, mert tényleg nagyon kreatív, nagyon szuper termékeket találtok ott, hogyha könyvmolyok vagytok, akkor mindenképpen nézzetek szét. Sziasztok!